Kicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit húsvét hatodik vasárnapján. Hallgassuk meg a mai evangéliumot! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szól tanítványaihoz. Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más végasztalót ad majd nektek. Az igazság lelkét aki örökre veletek marad. A világ nem kapta meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket, visszajövök hozzátok, rövid idő és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok majd, hogy én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a régi zsidó bíróságok gyakorlata volt egy érdekes szokás. Amikor ítéletet hirdetett a bíróság, a vádlott mellé odaállhatott egy ismert, tiszta életű férfi. Védő, vigasztaló volt a neve, aki néma tanúságával zavarba hozta a vádlókat. Jézus tanítványait is vádolni fogják, sőt, halára ítélik őket, mint mesterüket. A védő azonban mellettük lesz, néma tanúbizonyságával tiltakozik a vád ellen, nem hagyja árván őket, és bizonyítja, hogy Krisztus parancsa szerint éltek. Jézus valószínűleg erre a szokásra gondolt, amikor biztosította apostolait egyházát, hogy kérni fogja az atyát, aki elküldi hozzájuk a védőt, a vigasztalót, a szent lelket. Jézus biztosított bennünket arról, hogy a szentlélek örökre velünk marad. Nem olyan rövid ideig tartó vigasztalunk, ő, mint azok a szülők, akik. Néha-néha meglátogatják gyermekeiket a nevelő otthonban, vagy azok a gyermekek, akik öreg szüleiket csak ritkán látogatják meg. A Szentlélek mindig velünk van, ha mi is akarjuk, ha mi is biztosítjuk jelenlétének feltételeit, amely nem más, mint Jézus parancsának megtartása. Hogy ezt megtehessük, ahhoz meg Éppen az ő segítsége kegyelme kell. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a Szentlélek vendégként van jelen életünkben, tehát nem szükségszerűen, csak tőlünk függ, meddig marad nálunk. Ha életünk Isten felé hajlik, akkor boldogan marad velünk, ha azonban kellemetlenné válik számunkra jelenléte, mert mi a bűnös élet mellett akarjuk magunkat elkötelezni, akkor megszűnik jelenléte, hiszen nem az erőszak istene ő, aki mindenáron rá akarja erőszakolni magát valakire. A Szentírás a Szentlélek bennünk lakozásával kapcsolatban nem ismeri a vendég szót, ennél jobbat mond foglaló. Mint foglalót szívünkbe árasztotta a lelket. Mit jelent a Szentlélek jelenléte életünkben? Nem csak azért van jelen bennünk, hogy ne legyünk árvák, nem csak azért, hogy vigasztaljon, védjen, erősítsen Jézus, így jelöli meg a Szentlélek feladatát bennünk, a vigasztaló, a Szentlélek, akit az Atya elküld majd az én nevemben, megtanít titeket mindenre. Egy nyelvet másképpen tanít a nyelvtanár, és másképpen az édesanyja. A nyelvtanár a diák elméjéhez fordul, az édesanyja a gyermek szívébe ülteti bele az anyanyelv szókincsét. Azért is lesz anyanyelvünkre vonatkozó tudásunk mélyebb, leleményesebb, élőbb minden észsel tanult és szabályokban rögzített nyelvismeretnél. A Szentlélek úgy tanít, mint az édesanyák. Ezért lesz eleven igazságunk, amit tőle tanulunk. Beteljesül a profétai jövendőlés, hogy Isten nem kőtáblába vési az új szövetség törvénykönyvét, hanem a szívünk tábláiba. A Szentlélek tehát élni tanít, élni, átélni, életté váltani a tanítást, hogy azt ne csak tankönyvekből, akár a legjobban kidolgozott hit tankönyvekből, hanem az igaz keresztények példaadó szülők életéből tanulja meg a jövő nemzedéke. Mint ahogyan az érett, ízes gyümölcs magában hordozza a napsugarát, melegét, zamatát, Édességgé alakítva a naptól nyert hőt, úgy hordozza a megszentelt ember a Szentlélek jelenlétét. Nem maga a Szentlélek látható benne, hanem az ő erejéből fakadt erények és jó tulajdonságok. A hitet az élet teszi vonzóvá, vagy visszataszítóvá. A neki megfelelő élet a legjobb hitvédelem. A vele ellentétes élet, hittagadás, a hit legnagyobb ellensége. Loev atyát, aki hatodik pál pápának a környezetében, a Vatikánban lelki gyakorlatot tartott. Hitetlen ügyvédként nem a keresztény tanítás fogta meg és tette hívővé, sőt, pappá, jó pappá, hanem a kartauzi szerzetesek élete példája. Megtérését így mondja el a lelki gyakorlatban. Néhány napot kartauzi szerzetesek kolostorában töltött, akkor még hitetlen volt, Éppen nagy csütörtök volt. A Kolostor szerzetesei szent áldozáshoz járultak. Egyedül ő maradt a karzaton. Erről így vall. És akkor átéreztem, vagy ezek az emberek bolondok, hogy holmi pasztillát nyelegetnek, vagy csak ugyan én vagyok a bolond, hogy nem értem, miről van szó már pedig láttam ezeket a kartauziakat, megállapítottam, milyen nyugodtak, milyen kiegyensúlyozottak. Fölfedeztem, hogy képesek teljes életet élni a csendben, a magányban. Nem hitethetem el magammal, hogy bolondok. Kénytelen voltam azt gondolni, hogy csak ugyan van ott valami, ami meghaladja a felfogó képességemet, valami szemmel nem látható, szent jelenlét. Testvérek, az igazi lélek szerinti Krisztusi életnek még a modern ember számára is van vonzó ereje. Nem csak az első keresztények életében volt, akik talán nem is annyira Halált megvető, bátor helytállásukkal, mint inkább igazi testvéri szeretetükkel, élet példájukkal vonzották még a pogányokat is. Engedjük, hogy a Szentlélek tüze átizítsa lelkünket. Jézus mondta: Tüzet jöttem hozni a földre. Ez a tűz, a szent lélek tüze, amely képes ma is megújítani bennünket. Amen. Imádkozzunk testvérek! A járvány megszűnéséért, Istenünk, Atyánk világteremtője, aki mindenható és irgalmas vagy, aki irántunk való szeretetből küldted el fiadat a világba, hogy lelkünk és testünk gyógyítója legyen. Tekints gyermekeidre, akik Európa és a világ számos részén ezekben a nehéz zűrzavart és aggodalmat okozó időkben hozzád fordulnak, mert erőre, megszabadításra és megnyugvásra van szükségük szabadíts meg minket a betegségtől, szabadíts meg a félelemtől, gyógyíts meg betegeinket, adj vigasztalást a családjaiknak, bölcsességet döntéshozóknak, erőt, jutalmat az orvosoknak, ápolóknak és önkénteseknek, és örök életet az elhunytaknak. Ne hagyj el minket a megpróbáltatás idején, de szabadíts meg minden rossztól. Kérünk téged, aki a fiúval és a szent lélekkel együtt élsz és uralkodol, mindörökkön örökké, amen. Mária egészség és remény anyja, könyörögj érettünk. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te nem törik meg, hőimái gyermekidnek nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kénya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!